Itt tornyosulnak a majosi lelátó darabjai arra várva, hogy visszakerüljenek régi, mégis új helyükre. A majosi labdarúgó csapat felkerült a Nemzeti Bajnokság harmadik osztályába, de ahhoz, hogy a csapat indulhasson a rangadón, újabb akadályokat kellett leküzdenie. A Magyar Labdarúgó Szövetség által előírt feltételeknek is meg kellett felelni. A pályát át kellett alakítani, az öltözőt át kellett alakítani, kellett egy digitális kijelzőt, eredményjelzőt megvalósítson az Egyesület, és ehhez tartozott, hogy itt, ahol el van és most bontva itt a lelátónk, ez fölé kell egy fedett lelátó fedést fölépíteni, amire az Egyesületnek december 31-éig volt haladéka. Már a tartószerkezet alapjának lebetonozása folyik. A fedés szerkezetének elkészülte után visszaépítik az amúgy 2 éves lelátót. A most folyó munkálatokat Bonyhádváros önkormányzata 3 millió forinttal támogatta, de a teljes projekt megvalósítása közel 7 millió forintba kerül majd. Az MLS a pályázatunkat körülbelül egy hónapja hagyta csak jóvá, így nagyon nagy munka volt eleve összeszedni a szükséges tahópénzt, itt köszönöm meg a támogatóinkat, akik ezzel támogattak bennünket, és hát ez az egy hónap állt rendelkezésre arra, hogy itt az engedélyek elkészüljenek, a tervek megvalósuljanak, illetve hát a munkák is elkészüljenek. A kivitelezési munkálatok szakmai vezetését egy helyi cég vállalta, a fizikai munkát pedig az Egyesület tagjai végzik önkéntes alapon. A tervek szerint december 15-én adják át az új fedett lelátót.